Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszplusz Stúdió Kft. Szexárd. www.eszpluszcstudio.hu. Kedvező időjárás, jó évet zárnak a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdák. Trafipax, Tolna megye több pontján kell sebességellenőrzésre számítani a héten. Dicsőség, dunaföldvári cukrász készítette az ország tortáját. Schwab szépségverseny, bonyhádiak is vannak a díjazottak között. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kifejezetten kedvezett az időjárás a szántóföldi növénytermesztésnek Tolna megyében eddig. Búzából itt érték el a gazdák a legjobb termésátlagot, a repcetermesztők is kimagasló évet tudhatnak maguk mögött, és amíg a földeken lévő kukorica is szépen fejlődik. Ez jó lesz. Már látszik, hogy jó termés várható idén kukoricából Szexárd környékén, ezt mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei alelnöke. Kővári László szerint annak ellenére, hogy júniusban és júliusban is csak 4-4 napon esett az eső, meglett a csövek fejlődéséhez szükséges csapadékátlag. Kora tavasszal, amikor ugye nagyon aggódtunk még a száraz tél után, aztán május végére behozta a csapadékhiányt, itt a térségben hangsúlyozom és mindig erről beszélek, behozta a hiányt az időjárás, és azóta rendszeresen, ha 24. órában is, de mindig megjött a csapadék. Tolna megyében nem csak a kukoricának kedvezett az idei időjárás. Búzából az országnak ezen a részén érték el a gazdák a legnagyobb termésátlagot, 6 tonnát hektáronként, és a többi szántóföldi növény is jól termett. Repcéket is időben betakarították, száraz periódus volt a betakarításban, és 3-4 tonnák a repceátlag termések. Ott is először féltünk a téli csapadék hiány miatt, de aztán nagyon jól alakultak ki, ágaztak el a repcék is, ebből adódóan azoknál is itt a megyében elég jó termésátlag jött lét. A kukorica aratása a terveknek megfelelően szeptemberben kezdődhet el. Somogybabodon a legnagyobb az egyfőre jutó ittas vezetések száma, Budapesten a második kerület vezet, összesen 10 000 esetben intézkedtek a rendőrök alkoholfogyasztás miatt a sofőrökkel szemben az év első felében. A 24.hu az Országos Rendőrfőkapitányságtól kérte ki az adatokat, amelyekből kiderül, az ország mely részein buknak le legtöbbször az ittas sofőrök. A megyei bontás azt mutatja, Somogyban jut a legtöbb eset egy emberre, Komárom, Esztergom és Bács alig marad el a lista vezetőtől. Tolna megyében azonban mindössze 229 esetben kellett intézkedni a rendőrségnek ittas vezetés miatt, ezzel a lista végén helyezkedünk el a megyék sorában. Most aztán igazán érdemes betartaniuk az autósoknak a sebességhatárokat. A rendőrség ugyanis egész héten a gyorshajtókat kívánja kiszűrni országszerte egy európai kampány részeként. Tolna megye több pontján elsősorban a főutakon ellenőrzi a hatóság a járművek sebességét vasárnapig. A rendőrök kedden a hatosúton Bonyhád és Dunaföldvár között vadásztak gyorshajtókra. Elsősorban azokon a helyeken kell számítani mérésre, mondja a Tolna megyei szóvivő, ahol korábban több baleset történt. A rendőrség célja a balesetek megelőzése. A halálos balesetek elsődleges oka idén is a gyorshajtás volt. Az akciónak a legfontosabb célja az, hogy megelőzzük a baleseteket. Ennek hatására kollégáim Tolna megye útjain valahol, bármennyi helyen felbukkanhatnak. Mai napon éppen a 6-os számú főút teljes szakaszán, Bonyhádtól egészen Dunaföldvárig úgynevezett láncmérésben hajtanak végre sebességellenőrzést. Ennek az a lényege, hogy valamennyi olyan gyorshajtót próbálnak kiszűrni a forgalomban, akik bármilyen módon is túllépik a sebességhatárokat. Azok a járművezetők, akik gyorsan hajtanak, számíthatnak arra, hogy őket a rendőrök meg fogják állítani, és amennyiben olyan jellegű és mértékű a gyorshajtás, akkor szankcionálni fogják őket kollégáim. Szexárdon 104 négyzetméteres családi házat, sorházat vagy ikerházat, 60 négyzetméteres téglalakást és 62 négyzetméteres panellakást lehet venni 20 millió forintból egy ingatlanpiaci felmérés szerint. Az Index által közölt elemzés alapján 20 millió forintból Salgótarjánban lehet a legnagyobb ingatlan megvásárolni, ott 89 négyzetméteres téglaépítésű lakás és 127 négyzetméteres családi ház jön ki ebből az összegből. A legdrágább vidéki nagyvárosok közé tartozik
Debrecen, ott a 20 millió forintból csak egy 40 négyzetméteres téglalakásra, vagy egy 69 négyzetméteres családi házra futja. Érdekesség, hogy Békés Csabán és Miskolcon a panellakások drágábbak a téglalakásoknál. Január 1-e és július vége között majdnem 20 ezer kincstár is tart értékpapírszámlát nyitottak az arra jogosult szülők, így immár 190 ezer gyermek pénze kamatozik babakötvényben. A pénzügyminisztérium adatai szerint a megtakarítások együttes összege júliusra átlépte a 68 milliárd forintot. A nagy hőségben még mindig rengeteg ásványvíz és üdítő fogy. Az egyik kereskedelmi lánc tapasztalatai szerint ásványvízből háromszor annyit adnak el kánikula idején, mint egy átlagos hőmérsékletű nyári napon. De sok jégkrémet, üdítőt és sört is vesznek az emberek hőség idején. Előbbiből kétszer, utóbbiból másfélszer annyit, mint egy átlagos napon. Lokálpatrióta elhivatott a mestersége mellett, és állandóan kész az újításokra, miközben fontosnak tartja a hagyományokat. A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete idén 13. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt, melyet 2019-ben egy dunaföldvári cukrász, Tóth Norbert nyert. Ez a finomság az idei év Magyarország tortája, mely a Boldogasszony csípkéje nevet viseli, mely az alapanyagra, a málnára utal. Tóth Norbert cukrász harmadik ízben diadalmaskodott a Magyar Cukrásziparterület által 13. alkalommal kiírt évtortája vetélkedésen. A dunaföldvári cukrász lokálpatrióta. Azt mondja, soha nem költözne el a városból. A cukrászmester véleménye szerint állandóan szükség van a szakmai megújulásra, miközben fontos a hagyományos ízek továbbvitele is. Azt mondja, bajban van a szakma, kevés az utánpótlás és túl nagy a nyomás az ismert boltokon. Elég nagy a baj így a cukrásztársadalomban, tehát a legjobban vannak ilyen évente megrendezésre kerülő ilyen cukrász találkozók, mint például a Cukrász Juniális, és évről évre egyre kevesebb kollega vesz részt rajta, mivel nem tudják ugye bezárni az üzletet, és nekik kell beállni ugye dolgozni a pult mögé, vagy a termelésbe, ezért nem tudnak eljönni. Tehát nagyon, én azt látom, hogy nem nagyon akarnak az emberek dolgozni. Amíg 100 évvel ezelőtt Magyarország meghatározó volt a világ gasztronómiájában, ma nekünk kell követnünk a trendeket, mondja a mestercukrász. A fiatalok számára ma már nem vonzó a szakma. Nem abból áll a szakma, hogy kiadok egy díszmunkát a kezemből, hanem tudni kell azt, hogy hogyan kell azt elkészíteni, hogy azt meg tudjam csinálni díszmunkára, és ez tényleg a szakmának talán a 10%-a. És a többi az meg ugye a termelés, a napi termelés, mert abból nem lehet csak megélni, hogy ilyennel foglalkozunk. Magyarország tortája augusztus 20-án mutatkozik be a Várkert bazárban rendezendő központi ünnepségen. Tóth Norbert ígérete szerint ezt követően bárki számára elérhető lesz a Boldogasszony csipkéje. A többségi társadalom érdeklődését is felkeltette a már régebb óta zajló Schwab szépségverseny, amit az idén Bonyhád város rendezett meg jelentős érdeklődés mellett. A 3 órás többfordulós programra 12 Schwab származású fiatal lány jelentkezett, közülük többen is Bonyhádról, illetve annak vonzás körzetéből. Kisebb megszakításokkal immár 15 éve zajlik a magyarországi németek szépségversenye, ami azért sokban eltér a hagyományos szépségversenyektől, de sokban hasonlít is. Először ugyanis a tájra, ahonnét érkezik a résztvevő, abban a népviseletben kell megjelenni, aztán a következő fordulókban szabadidő ruhában, illetve estében kell kijönnie a lányoknak a színpadra. Az országosan élénk érdeklődéssel kísért eseménysorozat megérkezett az idén Bonyhádra, a Tolna megyei németség egyik fellegvárába. Abszolút elmondható az, hogy nem csak a város, hanem a környező települések lakossága is abszolút fogékony erre a programelemre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 12 lány fogadta el a meghívásunkat, egész pontosan jelentkezett erre a mai programra, és azt láthatjuk, hogy akár csak pénteken és szombaton, ugye a mai napon is benépesült a rendezvény központ, és azt nagyon jó látni. És azt pedig különösen jó látni, hogy ezáltal is sikerül a hagyományokat átörökíteni, megőrizni. A 12 jelentkező lány között volt több bonyhádi, illetve környékbeli is,
akikért szoríthattak egészen estéig a nézők, míg a zsűri meghozta döntését. A szépségverseny győztese a Kurdról érkező Faragó Miriam lett, és a közönség nem kis örömére mindhárom külön díjat Bonyhádi lány nyert el. Udvarhölgynek választották Rittinger Rebekát és Schlotthauer Renátát. A közönségtől a legtöbb szavazatot pedig a szintén helybéli Szabó Lili kapta. Egyhetes tánctábort szerveztek Váralján, ahol a helyi néptáncok mellett számos hagyományos tevékenységet is elsajátíthattak a gyerekek. Éppen csárdást tanulják a 3 és 12 év közötti gyerekek az egyhetes tánctábor keretein belül, melyet első alkalommal szerveztek meg Váralján. Erre az alkalomra több innen elszármazott család tért vissza a településre, köztük Ján Benedek, aki a vakációt tölti nagymamájánál. A tánctábor a közössége, meg hogy hát, hogy egész nap így itt vagyunk, és jó. Nehéz hosszú távon lekötni a gyerekek figyelmét, a technológiai eszközök uralt a világban. Mégis úgy gondoltuk, van létjogosultsága egy néptáncra és hagyományőrzésre fókuszáló tábornak, mondta Klamik Aranka néptáncoktató, az egyhetes rendezvény ötletgazdája. Próbáljuk ki, hogy ugyanúgy tudnak-e közösséget alkotni azok által a népi játékok, meg népi mozgásformák által, amiken korosztályok nőttek föl és jó közösségek lettek, hogy akkor leteszi a telefont, és úgy tűnik, hogy ez bejön. Fontos, hogy már óvodáskorban megismerjék a népi kultúrát a gyerekek, fejtette ki a település polgármestere. Mostani időkre már csak egy kis létszámú tánccsoport maradt meg, az idősek azért szeretnék továbbvinni ezt a nagyon szép hagyományt. A gyerek tánccsoport az sajnos jelenleg nem működik, és azért is nagyon fontos dolog ez, hogy a kicsikék már akár az óvodáskortól kezdve megismerkedhessenek ezekkel a nagyon szép népi hagyományokkal, megismerkedhessenek a várajai táncoknak az alaplépéseivel. A hét további részében ügyeskedő címszó alatt kézműves foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, többek között csuhé babát készítenek. Regionális híreinkkel folytatjuk. Már zajlik a régészeti feltárás, márciusban kezdik építeni az M6-os autópálya horvát határig tartó szakaszát. Kiváló a termés, már szüretelik a korai fajtákat a Balaton-Boglári borvidéken. Hűtött lédús gyümölcsök, zöldségek, fürdőzés, az állatoknak is fontos a folyadék és a hűsölés. Egyességi ajánlatot tesz a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az M6-os autópálya Bojtól a horvát határig vezető nyomvonalán található földterületek tulajdonosainak, valamint az előzetes régészeti feltárás is megkezdődött a szakaszon. Az érvényben lévő kormányhatározat értelmében jövő év márciusának végén kezdődnek meg a munkálatok az M6-os stráda Bojtól a horvát határig vezető új szakaszán. Az M6-M60-as csomóponttól az országhatári futó szakasz kétszer-két sávos gyorsforgalmi lesz, fizikai elválasztással. A Boly és Iván Dárda közötti rész hossza mintegy 20 km. Már születelik a Csaba gyöngyét a Balaton-Boglári borvidéken, idén ugyan egy héttel később kezdődött a munka, mint tavaly, sem a minőségre, sem a mennyiségre nem lehet panaszuk a gazdáknak, az Irsai Olivér korábban érett a megszokotthoz képest. Hajnali 4 órakor kezdődött a szüret Ordacsehiben ezzel a modern szüretelő kombájnnal. Ezen a területen 4 hektáron szüretelik a legkorábban érő szőlőfajtát, a Csaba gyöngyét. Vannak a gép belsejébe verőlészek, amik a fűtől le rázzák a bogyókat, amit egy végtelenített szalag felvisz egy válogatórendszerbe, ahol szétválogatja a bogyótól a szennyeződést, tehát a levelet, kacsot, vesszőt, stb. És akkor egy tiszta szőlő kerül a tartályába, ami pedig hát kamionra van ürítve, és gyakorlatilag egy gyakorolt gépkezelő óránként közel egy hektárt le tud vele szedni. Tavaly jóval korábban, már július végén megkezdődött a szüret a térségben. Idén a májusi viszonylag hűvös, csapadékos időjárás miatt egy kicsit később indultak meg a szőlők.
Ez pedig már a Balaton lellei kishegy, ahol a másik korai szőlőfajtát, az írsai olivért szedik. A 2 hektárnyi terület jó részét itt is gépi szüreteléssel oldották meg, csak ott alkalmaztak kézi munkaerőt, ahová a gép nem tudott bemenni. A mennyiség ennél a szőlőfajtánál is elmarad egy kicsit az előző évitől. Nagyon szép volt a szőlő, amit szüreteltünk, egészséges, jó volt a mustfoka, szép a sava, szép az illata. Várhatóan nagyon szép bort fogunk tudni ebből készíteni, és remélem a fogyasztók is ezt fogják már róla gondolni. A Csaba gyöngyéből készült nedüket már akár szeptember elején kereshetjük az üzletek polcain, míg az írsai olivérre egy kicsit tovább novemberig várni kell. Baráti beszélgetésből indult, mára pedig már országos hírű rendezvénnyé vált a Mohácsi Madárijesztő találkozó. A cél a madárijesztő készítés hagyományának folytatása és újraértelmezése, hiszen a környéken régen hangot adó szélkereplő madárijesztőket készítettek a szőlős gazdák termésük védelmében. Ez a hagyomány mára már eltűnt, idén az 5. madárijesztő találkozón 70 hulladékanyagból készült bábút állítottak fel a rendezvénytéren, amiket elvihetnek majd a szőlős gazdák. A csapat az első évtől számolva folyamatosan bővül, cserélődik is, tehát nem ugyanazok az emberek jönnek, hanem vannak újabb tagok is. Most idén nagyon sok pécsi művészet is diák jött, most végeztek érettségiző diákok, akik jövőre az ország különböző pontjain művészeti egyetemeken fogják folytatni a tanulmányaikat, de épp ugyanúgy mint bármilyen polgári vagy bármilyen foglalkozású emberek, és nem csak felnőttek, hanem gyerekek is. Molnár Piroska, Eperjes Károly és Rudolf Péter kézlenyomatával gazdagodott a Zamárdi Filmesek Fala. A Magyar Színház és Filmművészet legismertebb színművészei maguk leplezték le az immár 17 kézlenyomatra bővült alkotást, amelyet Mecseki Hargit, a szobrászművész készített. Tapssal fogadták a rajongók a színház és filmkedvelők Molnár Piroskát Zamárdiban. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész még ma is aktív, ha nem a színpadon, akkor a színművészeti főiskolán és a zeneakadémián tanítja a fiatalokat. Nagyon nehezen mondok nemet, pedig most már azért kellene néha, mert az embernek az egészsége meg a életkora már arra predesztinálja, hogy inkább üljön egy kicsit otthon, de amíg hívnak és kellek, és nem vagyok terhére senkinek, addig persze boldogan nyüzsgök. Ezúttal Molnár Piroska, Rudolf Péter és Eperjes Károly kézlenyomatával bővült a Zamárdi Filmesek Fala. A település felkérését örömmel fogadták a színművészek. Nyilván vannak a nagyszabású dolgok, az ember nyilván boldog, egy végig dolgozott évtizedek után átveszi a Kossuth díjat, természetesen az egy nagyon nagy dolog, megtiszteltetés és felelősség, és közben ez meg másképp ugyanolyan fontos számomra, mert van benne valami. A Kossuth díj az egy lépésről lépésre létrehozott valami. Nyilván az, amit az ember jelent, az közben meg a közönséggel való találkozás, és ez nyilván az meg valahogy mindent fölülír. Az ünnepélyes avatón a színészek szívesen meséltek a Balatonhoz kötődő élményeikről is. Volt egy ilyen film, a kamaszkorom legszebb nyara. Tehát ennek a logikája mentén egy pontot ki kéne jelölnem a földön, ahhez nekem legtöbb közön van, akkor az a innen 500 méterre van. Tehát van egy kötődésem, hogy egyértelmű, igen. Ifjúkorom nyarait itt a közelben töltöttem, és hát amit a Balaton jelent, az kömös vízi embernek érzem magam, de a Balatontól meg mindig valahogy lírai állapotba kerülök. Az agyagból készült kézlenyomatok száma így már 17-re bővült Zamárdiban. A kertmozi falán olyan neves rendezők is szerepelnek, mint például Szabó István vagy Mag Károly. A Bluegrass és az akusztikus zenék művelőinek, kedvelőinek adott otthont Abbaliget a hétvégén. Idén már 17. éve annak, hogy megrendezik a családias hangulatú nemzetközi fesztivált. A 25 koncertet felvonultató eseményt a Tóparti szabadtéri színpadon tartották. A fesztivál onnan indult, hogy a Bluegrass játszó hazai zenészek találkozót szerveztek, hogy megismerjék egymást. Találkozzunk valahol egy adott helyen, valahol, ahol megnézzük egymás hangszerét, megismerik egymást, muzsikálunk, és ebből indult, ebből a találkozóból. Ha már találkozok, akkor mutassuk is meg, hogy van ilyen. Ezt tűztük ki célul igazából, hogy az emberekkel megismertessük ezt a műfajt, amit bluegrassnak hívunk, de az évek folyamán, mivel hogy annyi bluegrass zenekar hazánkban pláne nincsen,
Európában ugyan van, de ez finanszírozni kicsit nehézkes, így ezért akusztikus zenei fesztivál nőtte ki magát, ami önmagában szintén unikum, mert nem hinném, hogy van olyan fesztivál Magyarországon, ahol csak akusztikus hangszerek állnak a színpadra. Hűtött gyümölcsök, zöldségek, fürdőzés, árnyékolás. Akár Nikulában az állatoknak is nagy szükségük van a hűsölésre. A pécsi állatkert lakóit például lédús takarmánnyal letetik, de a folyadékpótlás is éppen olyan fontos, mint nekünk embereknek. A vízilovaknak vízsugárral, a mókusmajmoknak pedig hűtött gyümölcsökkel kedveskednek a pécsi állatkert gondozói. A zoo gyűjtemény és nevelési vezetője elmondta, a kánikulában az állatoknak is ugyanolyan fontos a hűsölés, mint nekünk embereknek. Ilyenkor különleges étkekkel készülnek a dolgozók. Mindenféleképpen lédús gyümölcsöt, illetve olyan zöldségeket, aminek nagyon nedvesség tartalma. Nagyon fontos ugyanis ilyenkor a vízpótlás az állatok számára is. Ugyancsak elmondható ez ugye az emberek esetében is, nagyon sok folyadékot kell ebben az időszakban fogyasztani, és az állatok is ugyanúgy igénylik ezt, és ugyanolyan megterhelő számukra ez a nagy hőség, mint az emberek számára. Azonban az olyan kisméretű állatok, mint a mókusmajmok nem kaphatnak fagyasztott gyümölcsöket, az ugyanis bélgyulladást is okozhat. A zoo nagyobb testű lakói, mint például a fóka vagy a medve, azonban előszeretettel fogyasztja a válogatott finomságokat. Az ilyen rekkenő hőség egyébként még a trópusi állatokat is megviseli. Látjuk azt, hogy sokkal bágyattabbak az állatok, a viselkedésükön is meglátszik egyébként ez. A barna medvét emelném ki ebben az időszakban, Nikolaj nagyon szereti ilyenkor a fürdőt, a medencét használja erőszeretettel. Emellett a gondozók árnyékolókat is elhelyeznek a kifutókba. Ez is segít az állatoknak, hogy elbújhassanak a tűző napsütés elől. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Kedvező időjárás, jó évet zárnak a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdák. Trafipax, Tolna megye több pontján kell sebességellenőrzésre számítani a héten. Dicsőség, dunaföldvári cukrász készítette az ország tortáját. Sváb szépségverseny, bonyhádiak is vannak a díjazottak között. Szerdán borongós időre készülhetünk élénk széllel. Kisebb eső, zápor bárhol előfordulhat, elsősorban a délelőtti órákban, délután már kisebb rá az esély, hűvös lesz. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!